amikor kinéztem és láttam. Pénteken az Ocsó Macsó. Jó estét, tisztelt publikum, bocsánat, nem mutatkoztam még be. Szombaton a Zsipó Cirkusz. Ha élnék a szerelmet. A Kis Csillag. Vasárnap pedig Kovács Kati a nagy színpadon. Szüreti felvonulás, gasztrokülönlegességek és meg annyi érdekesség vár a család minden tagjára szeptember 10-e és 12-e között a 42. Halasi Szüreti Fesztiválon. A rendezvény kiemelt támogatója a Merkbaus ZRT. Ittas vezetők, egy nap 5 ügyben is ítéletet hozott a bíróság. Összefogtak a nemzetőrök, átadták a megújított Sánta Tamás sírkertet. 2 színpad, 2 menet, étel, ital, gyermekjátszó és kézműves vásár, elkezdődött a Halasi Szüreti Fesztivál. Kiskunhalas épületei, piciben megtekinthető Hambalkó Magdolna legújabb alkotása. Jó estét kívánok! Szeptember 10-e van, és ma is elhoztuk Önöknek a térség legfrissebb információit. 5 ittas vezetőt állítottak bíróság elé tegnap Kiskunhalason, közölte a Bács-Kiskun megyei főügyészség. A gyorsított eljárásban bíróság elé állított 4 férfi és 1 nő augusztus 21-én és 22-én egy Kiskunhalas környéki községben ittasan vezették autóikat, 2 utasokat is szállítottak. A bíróság valamennyi vádlottat bűnösnek mondta ki, és velük szemben pénzbüntetést, valamint közúti járművezetéstől eltiltást szabott ki. A pénzbüntetés legmagasabb összege 210 000 forint, míg a leghosszabb eltiltás 1 év 4 hónap. 4 vádlott esetében az ítélet jogerőre emelkedett, 1 ittas vezető ügyében a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett. A halasi ügyészség a rendőrséggel együttműködve kiemelt figyelmet fordít az ittas vezetők elleni határozott fellépésre, mivel az ittas vezető nem csak a saját, de mások életét is veszélyezteti, áll a tájékoztatásban. Összefogtak a nemzetőrök, felújították a halasi katolikus temetőben a Sánta sírkertet. Ünnepélyes keretek között a héten adták át a rendbehozott síremléket a Pásztortűz Egyesület és a Dorozsmai Hagyományőrzők közreműködésével. A tervek szerint március 15-én minden évben tartanak majd megemlékezést ezen a helyen. Citera zene a Dorozsmai Hagyományőrzőktől és emlékező beszéd. Ünnepélyes keretek között adták át a halasi katolikus temetőben a Sánta sírkertet, melyet az 1956 Magyar Nemzetőrség Kiskunhalasi Egységének tagjai újítottak fel. Úgy gondoltuk, hogy mivel mi is nemzetőrök vagyunk, ő is nemzetőr volt, és méltatlanul elfeledték a sírját, ezért mi főkaroltuk, rendbe tettük, csupa társadalmi munkából. Egy fillért senki nem adott, és úgy gondoltuk, hogy ennyivel tartozunk neki. Mennyire volt elhanyagolt ez a síremlék, mennyi munkát adott? Nagyon, nagyon sok munkát, nagyon sok órát eltöltöttük itt, még ma is. A kapargálás, mert éppen hullik a falevél, és rengeteg dolgunk volt vele. Nagyon sok tagunknak, társunknak, itt vannak a szülei, testvérei, rokonai, és ahányszor itt elmegyünk, ugye annyiszor ránézünk a sírra. Másik pedig a terveink között a március 10-i megemlékezés talán az szerepel, mert a többi mellett ez is belefér. Hatvai Tamás testvérünk, akit eltemettünk, békességben nyugodjék mindaddig, amíg majd életre kelted a feltámadás napján, mert te vagy a feltámadás és az élet. A felújított sírkertet Kovács Ferenc, a halasi katolikus plébánia új káplánja áldotta meg. A Sánta síremléket és az itt történő megemlékezéseket a Dorozsmai Hagyományőrző Egyesület és a Pásztortűz Egyesület is fontosnak tartja, és folynak a kutatások, hogy minél többet megtudjanak erről a családról.
Sánta Tamásról, illetve a Sánta családról viszonylag keveset tudunk. Az biztos, hogy a 80-as években kijelölték ezt gyakorlatilag hadisírnak, mivel 48-as nemzetőrnek gondolják. A kutatások még zajlanak ennek kapcsán. Az biztos, hogy a Sánta családnak Szeged alsóváros, illetve Dorozsma kapcsán van közel, vagy lehet közel a 48-as eseményekhez. Ők később aztán ide költöznek Halasra, és tartják ezt a hagyományt. Tehát vannak nekik relikviáik, amik megmaradnak a 48-as forradalomból és szabadságharcból, és igazából ezért emlékezünk rájuk, hogy ők ezt a szellemiséget tovább vitték, tovább örökítették a családjukba, és így tudunk rájuk emlékezni minden alkalommal, ugye márciusban leginkább, de most, hogy az 56-os nemzetőrség felújította ezt a sírkertet, most is tudtunk rájuk gondolni, és ő rájuk emlékezni, és imádkozni a lelki üdvükért. Több történésszel, kutatóval tartom a kapcsolatot ennek kapcsán, illetve felvettem olyan emberekkel is a kapcsolatot, akik már egyszer írtak róla, röviden lehet ugye Sánta Tamásról írni, azt tudjuk, hogy 48-as nemzetőr volt talán, vagy az édesapja volt nemzetőr. Ezt nem tudjuk pontosan, ezt kell pontosítani, és most nagyon sokan kutatók, történészek ezzel foglalkoznak, próbálnak adatokat gyűjteni hozzá, és ezt majd reméljük előbb-utóbb tudjuk majd publikálni. A nemzetőrség közel 60 fős halasi egysége is folytatja a hagyományőrző tevékenységét a Sánta sírkertnél és a gondozásuk alatt lévő kopjafáknál. Rengeteg kopjafánk van a környéken, Zsanán, Balotaszállások, Kisszállások, Kélesalmon, sőt még a Tiszán túlon is, és ezeket a kopjafákat rendszeresen ápoljuk, koszorúzunk, megemlékezünk, mert az a helyzet, hogy azok az emberek, akiknek nem jutott márványtábla, azok az emberek is hősök voltak. Igazán azok voltak a hősök. Megkezdődött a 42. Halasi Szüreti Fesztivál. Színpadi programok, vendéglátósok, népi iparművészek várják a látogatókat. A kicsik körében népszerű Natura gyermekjátszó idén a Konflis Park helyén lett berendezve. A nagy színpad a főtéren, a borudvar a Városháza udvarában található. A helyszínek már készen állnak, az időjárás is remek, így semmi akadálya annak, hogy kezdetét vegye a város legnagyobb programja, a háromnapos Halasi Szüreti Fesztivál. A rendezvény két színpaddal, két menettel, némileg megváltozott helyszínnel várja az érdeklődőket. A nagy színpad a főtéren található, a másik helyszín a Városháza udvarában berendezett borudvar. A Natura gyermekjátszó a főtér gimnázium felőli oldalán, a Konflis Park helyén lett idén kialakítva. Úgy gondolom, hogy semmi akadálya nem lesz annak, hogy jól érezze magát a környék és Kiskunhalas lakosai, kilátogatnak. Ugyanott, ahol szokott lenni, a főtéren lesz megrendezve. Egy icipi kis változás, tulajdonképpen a Natura Park az nem ott lesz, ahol volt, hanem a régi, úgymond a Konflis helyén, ahol volt a harmadik színpad, tulajdonképpen meg lett szüntetve, és itt lesz a Natura Park. Úgyhogy várjuk a sok apró gyereket, és érezzék jól magukat. Az információs sátor a Spáráruház előtt található, itt lehet az oltási és személy azonosító igazolvány felmutatásával védettségi karkötőt kérni, amellyel a koncerteket a kordonon belülről lehet figyelemmel kísérni. A Covid-ra való tekintettel rengeteg rendelet és törvény jelent meg, amit nekünk tulajdonképpen be kell tartani, hogy egy zárt tért kell, egy elkerített tért kell tulajdonképpen biztosítani azoknak az embereknek, akik rendelkeznek igazolvánnyal, oltási igazolvánnyal. Ez tulajdonképpen a színpad előtt a kopjafa vonalában lesz lekerítve, két bejárattal, és már most osszuk a karszallagokat, úgyhogy aki teheti, az legyen szíves, jöjjön be, és kérjen ilyen igazolást, ami tulajdonképpen egy karszallag. Ezzel mindenhova mehet. Azok, akik ezt nem teszik meg, és nehogy Isten nincs oltási igazolványuk, azok is jöjjenek ki, hiszen kívül, a kerítésen kívül mindenki élvezheti és nézheti, és tulajdonképpen én azt hiszem, hogy lehet látni és lehet hallani minden olyan műsort, ami rendelkezésünkre fog állni. A főtéri nagyszínpadon és a borudvari színpadon éjszakában nyúlóan zenés programok várják az érdeklődőket. A helyszínekre betelepültek a vendéglátósok, és népi iparművészek is érkeznek.
Idén sikerült nagyon színvonalasra szerveznünk ismét a vásárosokat, illetve a kézműveseket. Sajnos elmaradt a magyarok vására, úgyhogy nagyon-nagyon örömmel érkeznek a mi rendezvényünkre ezen alkalommal. A vendéglátósok is nagyon színes ételkínálattal fognak szolgálni, pörköltek, lepények, kolbász, halak. Tehát aki különlegeset szeretne enni, ő is meg fogja találni, ami vágya, és a hagyományos ételek is itt lesznek majd a fesztiválon. Lesz egy termelői utca, amit nem messze tőlem az elektromos töltőállomásnál lesz felelhető. A Natura helyszínét ugye említettük, hogy új helyen van, a fotósarkot is érdemes lesz felkeresni, mert más tematikát fog kínálni, mint a korábbi években. Úgyhogy azt gondolom, hogy a borudvar mellett természetesen, ahol nagyon ízletes borokat lehet kóstolni majd, és egyéb italokat is meg lehet találni a helyszínen. Kicsi, nagy, idős, fiatal, mindenki meg fogja találni, amire vágyik ezen a három napon. A Halasi Szüreti Fesztivál idején továbbra is számolni kell az útlezárásokkal a főtérnél. A rendezvényre érkezőknek érdemes a környező nagy parkolókat használni, ilyen a Kossuth utcai, az Eötvös utcai és a Semmelweis téri, vagy akár a Bibó gimnázium előtti parkoló. Szombaton a szüreti felvonulás 13 órakor indul a megszokott útvonalon, és vasárnap a technikai menet is 13 órakor indul. A menetek idején a Kossuth és Köztársaság utcákban rövid ideig tartó forgalom korlátozásra kell számítani. A Halas Televízióban szombaton 13 órától élő közvetítésben látható a menet beérkezése a főtérre, illetve a nagy színpadon és a főtéri pávánál a népzenészek, néptáncosok, hagyományőrzők műsora. A Halas Média webes felületein pedig tudósításokat, képes beszámolókat találhatnak a szüreti fesztiválról. Idén is sokféle zöldséggel és gyümölccsel készültek. A Halasi Szüreti Fesztivál idején a Sétáló utcai Közösségek Háza udvarában tekinthető meg a Szatmári Sándor Kertbarát Egyesület terménykiállítása. Noha az időjárás idén sok nehézséget okozott a kertészkedőknek, a sok törődés és befektetett munka révén most is színvonalas terménybemutatót láthatnak az érdeklődők. A sok zöldség, gyümölcs mellett lekváros és mézes üvegek is kerültek a polcokra, sőt még horgolt zöldségek, gyümölcsök is bemutatásra kerülnek. A Kertbarátok sátránál szombaton 9 órakor hirdetik ki a legszebb konyhakert verseny helyi eredményeit, majd gazdafórum veszi kezdetét a közösségek házában. Véleménye szerint több munkafolyamatot gépesíteni kellene, és a zéró toleranciát sem helyesli. Bok József borász volt a Borklub vendége. A Villányi borász úgy gondolja, az időjárás jelentősen nehezíti a minőségi borok előállítását, és a Covid-járvány miatt is jelentős fogyasztói átrendeződés történt. A Kiskunhalasi Borklub a kulturált borfogyasztás népszerűsítését tűzte ki célul, ehhez neves borászok előadásai, kóstolói társulnak. A világon mindenhol nagyon fontos, így Magyarországon hangsúlyos az, hogy a borkultúrával foglalkozzunk. Mindenki számára ugye van egy ilyen mondás, hogy melyik a jó bor, és az egyszerű primitív válasz az a bor jó, amelyik nekem ízlik. De nyilvánvaló különbségeket kell tenni, hogy vannak igazán kiemelkedő, nagy minőségű, hazai és nemzetközi sikereket elérő borok, mint például a Bokpincészetnek a borait, amelyeket most fogjuk kóstolni. Bok József borász 1997-ben lett az év bortermelője. A Magyar Köztársaság érdemlend a lovak keresztjének birtokosa, előadása során beszélt a Villányi borvidék sajátosságairól, az ottani termelési körülményekről, a minőségi bortermelésről. Véleménye szerint ebben az ágazatban is érezhető a munkaerőhiány, így a gépesítés lehet az egyik alternatíva. A bérek egyre emelkednek, a bérek emelkedése az megállíthatatlan. Az lenne fontos, hogy minél jobban tudjuk azonos területet meg tudjuk gépesíteni. A gépesítés viszont, tehát a szőlőtermelésnél a gépesítés nem minden szempontból megoldott, ugye? A gépesítés, az általános növénytermesztésben az lényegesen könnyebb, míg a szőlőtermesztésnél vannak nagyon sok szubjektum van, és hát ezáltal a születtől kezdve, a szület egyébként már azt kell mondjam, hogy talán legjobban gépesíthető, még nálunk is.
A szakember markáns véleményt fogalmazott meg a közlekedésben alkalmazott zéró toleranciával kapcsolatban. A zéró toleranciát törölni kell, mert az az ember, aki beül az autóba és délbe elmegy valahová étkezni, szívesen meginna egy pohár bort, az nagyon fontos, ezt engedjük. És ne álljon kín a sarkon a rendőr, kijön az étteremből, és lefolyatja, és van benne 3 000 lé. Tehát én az 5 000 léket kérem, mint termelő, és arra hívom fel a termelő társaimnak a figyelmét, hogy ezt követeljük meg, hogy igenis az zéró toleranciát töröljék, és az 5 000 léket. Ugyanúgy, mint egész Európában, tulajdonképpen egy-két korábbi, úgymond szocialista állam kivételével, mindenhol működik a 0-5 000 lék. Tehát ez legyen a jelszavunk, és ez legyen az, amiért dolgozunk, és a 18 literes most átlagfogyasztást növeljük fel 28-ra vagy 38-ra. Halas jellegzetes épületei kicsiben. Hambalkó Magdolna legújabb remek műve elkápráztatja a nézőket. Halasi Mesevilág címmel megnyílt az aranykoszorús babakészítő mester kiállítása a református templom melletti közösségi háznál, a Szilády Áron utca 2 szám alatt. A vendégeket Bödecs Pál elnök lelkész és Fülöp Róbert polgármester köszöntötte. Hambalkó Magdolna korábbi művei mellett egy frissen elkészült, újszerű, az eddigi legnagyobb, legtöbb munkaórával és kutatómunkával készült alkotása is látható a tárlaton. Sok apró halasi épület került be a maketbe, köztük olyanok is, melyeket ma már csak fotókon láthatunk, de vannak miniszobrok is. A makettet most először láthatja a nagy közönség. A különleges makettről és a kiállításról egy későbbi Kultúrkép című műsorunkban láthatnak majd összefoglalót. Hambalkó Magdolna kiállítása mellett a Szüreti Fesztivál idején egyéb látnivalók is várják az érdeklődőket. A közösségek házában megtekinthető Barát József Ellentétek című térplasztika kiállítása és a Szatmári Sándor Kertbarát Egyesület termény bemutatója. A Torma János Múzeumban a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című tárlat várja a látogatókat. A panorámatorony és a sáfrikféle szélmalom is látogatható. Érdeklődni a Hősök terén a turisztikai irodában lehet, és a panorámatorony éjszakai látogatásáról is itt kell egyeztetni. Ezekről a lehetőségekről a Szüreti Fesztivál programfüzetében is találhatnak tájékoztatót. Most pedig jöjjenek a legfontosabb témák ismételten röviden. Ittas vezetők, egy nap 5 ügyben is ítéletet hozott a bíróság. Összefogtak a nemzetőrök, átadták a megújított Sánta Tamás sírkertet. 2 színpad, 2 menet, étel, ital, gyermekjátszó és kézműves vásár, elkezdődött a Halasi Szüreti Fesztivál. Kiskunhalas épületei, piciben megtekinthető Hambalkó Magdolna legújabb alkotása. Kedves nézőink, pénteki hírösszefoglalónkat látták, hogyha tehetik, maradjanak még egy pár percig velünk, hiszen jön az időjárás előrejelzés, aztán pedig a napi mozaik, viszont ha annak vége, akkor jöjjenek a főtérre, hiszen amint hallhatták, elindult a 42. Halasi Szüreti Fesztivál, vasárnap estig minőségi programok a főtéren, találkozzunk személyesen, viszontlátásra!